Magyot és a hozzátartozó kauzsai tanyát 25 kilométerre Nyíregyházától a 41-es főút és az M3-as autópálya között találjuk. Amikor a baptista szeretetszolgálat jelenlét programja elindult a 900 lelkes faluban, a helyiek lépésről lépésre váltak nyitottabbá a munkatársak iránt, és idővel a két településrész kapcsolata is jobb lett. Azt láttam az elején, hogy nagyon zárkózottak az emberek, nehezen jöttek be a jelenlétpontra, talán még féltek is a kauzsai tanya szegregátum. Az ott élő gyerekek élete sokkal nehezebben működik, mint a Magyon élő gyermekeké. Itt Magyon is vannak olyan élethelyzetek, amik nagyon, nagyon nagy segítséget igényelnek. A jelenlétpontnak 3 év alatt körülbelül 270 családdal sikerült kapcsolatot teremtenie. Tanoda foglalkozásuk 10 fővel indult el, 2 év után ez a létszám 35-re bővült, és mindig vannak új jelentkezők. A falu és a tanya gyerekeinek konfliktusa korábban állandó volt az iskolában, amit sikerült barátságossá szelídíteni a foglalkozások segítségével. Voltak olyan gyerekek, akiknek szükség volt a pótvizsgára, hogy kelljen tanulni, és akkor az iskola kért a segítséget, akkor mi vállaltuk ezt, hogy ezeket a gyerekeket felkeressük, segítünk neki felkészülni a pótvizsgára, és voltak olyan gyerekeknek, akiknek nem kellett pótvizsgálni, és ezek a gyerekek tudtak a másik gyereknek segíteni, hogy mit, hogyan tanuljon meg, és ez számomra egy nagyon felemelő érzés volt látni azt az összhangot. A tanoda mellett működik szimfóniaprogram, van konditerem, energialevezetésre és táncfoglalkozás is. A legkisebbeknek és édesanyjuknak pedig havonta 4-szer baba-mama klubot szerveznek. Ami érdekel legjobb az anyukákkal, a gyermekekkel kapcsolatban, azzal próbálunk mindig valamilyen kis információt adni. Egyből egy alkalmazunk, hogy eltetlenek, az egy a részükről, hogy ragaszkodnak hozzá. Kávét készítenek, beszélgetünk, a gyerekek játszanak, mire hazamegyünk, sőt, el is alusznak. Tehát nekünk sokkal könnyebb. A kauzsai tanya 5 kilométerre van a faluban lévő jelenlétponttól. A szeretetszolgálat sokszor segít a közlekedésben, és kialakított egy könnyen elérhető mobil helyszínt, ahol adósságrendezési tanácsadás, közfürdő és mosoda is működik. Ipari mosógépek vannak, ami meg is szárítsa a ruhát, és akkor nem kint szárítsák, akkor kentekig a kerítése, meg ide-oda, hogy feldobják a ruhákat. Van olyan, hogy az én ruhámat is idehozom, meg ugyanúgy a piciék is. Betesszünk, kiszárítsák, és akkor ugye kiszárító ruhával hozzunk haza. Szóval nekem ez egy élmény. A jelenlétpont az időseket sem hagyja magára. Havonta egyszer több mint 10 nyugdíjas jön össze főzni vagy kézműveskedni, énekelni és beszélgetni. Nem is tudtam, hogy mi az, hogy baptisták, mi az, hogy szeretetszolgálat, és az az igazság, nagyon segítőkész emberek, nagyon sokat tanulunk itten. Egyedül vagyok, most halt meg a feleségem. Szóval kérdezik a múlt héten, hogy lesz ilyen foglalkozás, ha van kedvem, jöjjek el. Nekem volt, amire jöttem, nem unatkozok otthon. Együtt vannak azok az idősek, akik valaha együtt dolgoztak, akár a gazdaságban, akár az óvodában. Itt találkoznak, itt vannak együtt, itt van lehetőség a beszélgetésre. A jelenlét Magyon többféleképpen mérhető. 154 gyereket sikerült elérni, 20 családotthonát sikerült fejleszteni, de fontos látni azt is, milyen a két ember közötti találkozás. Sokszor lehet az látszik, hogy program, de annyira mély. A jelenlét azt jelenti, hogy ott vagyok. Hogy vagyok ott valaki számára, akinek szüksége van rá.